Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója maga Isten. Történt pedig, hogy a Siddim völgyében egyesültek és hadba vonultak az ott lakó négy királyok, a velük szemben álló öt királyokkal szemben. Szodoma és Gomora királyai megfutamodtak és beleestek azokba a szurok forrásokba, amelyek a Siddim völgyében voltak. A megmaradtak pedig a hegységekbe futottak. A győztes királyok elvitték Szodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. De elvitték Lótot is magukkal. Ábrám testvérének a fiát jószágaival együtt, és úgy vonultak el. Jött egy menekült, és hírt hozott a héber Ábrámnak, aki ekkor az Emóri Mamrénak, Eskol és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Ábrám szövetségesei voltak. Amikor meghallotta Ábrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte az ellenséget. Éjszaka azután csapatokra oszoltak. Szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét Lótot, jószágaival együtt, meg az asszonyokat is és a népet is. Miután így megverte Kedorlaomert és a vele tartó királyokat, visszatért. Szodoma királya pedig kivonult elé a Sávé völgybe, azaz a király völgybe. Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki elé. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta. Áldott vagy Ábrahám, a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya. Aztán Sálem, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Hasonló lett Isten fiához, úgyhogy pap marad mindörökké. Szodoma királya ezt mondta Ábrahámnak. Add nekem az embereket, akiket kiszabadítottál. A jószágaikat pedig tartsd meg magadnak. De Ábrahám így válaszolt Szodoma királyának. Felemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat, vagy egy sarusziat sem veszek el mindabból, ami a tiéd. Hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Ábrahámot. Rólam ne legyen szó. Csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak, Anér, Eskol és Mamré, ők kapják meg a részüket. Ezek után, az események után, így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. De Ábrahám ezt mondta. Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrahám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta. Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrahám hitt az Úrnak, és ő ezért igazán nyilvánította őt.